2023-as év két döntőse csatázik, amelyből ugye a Ferencváros tavaly is ott volt a fináléban a tavalyi évad végén. A 2024-es naptári év tavaszán. Csak Szigeti Ákos, Imre Patrik, Fejes Nándor játszanak itt, és vezet a Ferencváros, harangi lövésébe beleérnek. Az is elképzelhető, hogy György új játékos. A leosztás maradt tehát a Tüskecsarnokban az, ami volt az elmúlt mérkőzésen is, és ami a Szuperkupa döntőn is, hogy megszerzi a vezetést a Fradi. Kis Tilla megy letámadni, de simán körbe korcsolyázzák őt. Raymond, Orbán, ez egy nagyon gyors sora lesz így a Gyergyónak, meg is van az egyenlítés, és ha minden igaz, a újdonsült kétszeres apuka, Vince Péter kotorra be a korongot közvetlen közelről a Ferencváros hálójába. Tavaly is közel 20 gól volt a termése valósággal. Koránál fogva játszik Rácsban, nem úgy, mint Messikán, mert a túloldalon sérülés miatt. Szépen viszik be a Ferencvárosok, és ez egy elképesztő gól! Egy ellentmondás nem tűrő gól! Rezumnyák vitte be a harmadba, és Kestilla lövi szét. Rasmus Rinde kulacsát a második ember előtt kihasználja a Ferencváros. És megint vezetnek a zöld-fehérek. Ütközésnél üres a kapu, és ez is kimarad! Hihetetlen! Ezúttal Heino volt helyzetben. Lóri Heino. És az ülövését is hárította valahogy a Rinde, hogy hogyan, azt ne kérdezzék, ezt már nem tudják hárítani. Tűni lapos lövésébe, Rezumnyák ér bele, és Rezumnyák góljával 3-1 a Ferencvárosnak. Az asszisztja mellé, tehát most már egy gólja is van. Raymond fonákkal keresni az üres területet, remekül zárták a szöget a ferencvárosiak. És az is mehet tovább. Bogáti megmozdulás, az helyzet, gól! Akkor viszont gól! Bár góljával 4-1, és lehet, hogy eldőlt a meccs. 5,5 perccel a vége előtt. Egy Bogáti korongszerzése innen messziről véleményes volt. Elengedték, és akkor kiadhatatlan helyzetbe hozta Bán Károlyt. Helgessennek kell liparkodni a Helgessen. Kestilla, na kinézi meg azt a kaput, Rezumnyák most megnézi és eltalálja, és akkor itt a vége. Ami nem ment, nagyjából 5-6 méterről, az megy a saját kékéről. A gyergyóiaknak még egészen biztosan várniuk kell az idei szezonban az első győzelmükre. Köszönöm szépen mindenkinek a figyelmet, a viszontlátásra, viszonthallásra.